Szombathely problémáiról kell szót ejtenem, azokról a problémákról most, amik már több mint 10 éve tartanak, és amik semmilyen megoldást nem találtak sem a korábbi szociálliberális városvezetés alatt, sem pedig most a jobboldali városvezetés alatt. Ez pedig a Zanati útnál található Falkó gyárnak a problematikája. Ugye itt, akik a keleti városrészen laknak, Szombathelyen évtizedek óta harcot folytatnak azokkal a negatív következményekkel, amiket a Falkó gyár jelent, és bár az itt ismételten jelen nem lévő és erről szót, a parlamentben szót nem emelő Hende Csamárnak volt egy álharca ezzel kapcsolatban, semmilyen konkrét eredményt nem tudunk felmutatni a Falkó gyárral kapcsolatban. Ugye itt a 2005-ben kezdődtek alapvetően a problémák, amikor már szinte mindennapos volt az, hogy a zaj, illetve por és légszennyezettségi értékek a megengedett egészséges határnak a több tíz vagy százszorosa lépték át. Ugye itt ombudsmani jelentés volt arról, hogy a szombathelyieknek az egészséges környezethez való jogát megsérti az, hogy a Falkó gyár ott volt. Több hatósági vizsgálat is indult, és akkor még a Fidesz azon az állásponton volt, hogy ezeket a hatósági vizsgálatokat sokszor politikai nyomásra nem érvényesítették, és ugyanúgy hagyták azt, hogy a Falkó gyár környezetromboló módon legyen jelen Szombathelyen. Ráadásul ugye itt egy nagyon érdekes dolog is történt még az előző városvezetéskor, amit akkor viszont a fideszes önkormányzati képviselők megszavaztak, ez pedig az volt, hogy kisvárosi övezetből vegyes besorolásúvá változtatták a környéket. Ez azt jelenti, hogy mind a közlekedés szempontjából, mind annak szempontjából, hogy milyen zaj, illetve porértéket kellett ugye a Falkó gyárnak betartania, más jogszabályi környezet vonatkozott rájuk ezentúl. Itt az igaz, és ezt be kell vallani, hogy a füst kibocsátása, ami jellegzetesen az első dolog volt, amikor az ember a újonnan megépített útról Szombathelyre ment, először látott, ezt pont a választások előtt sikerült egy pár hónapra, vagy lehet még most is ezt tovább fog tartani, de megállítani. Most ez egy alapvetően jó dolog lenne, de ugyanakkor, amikor ez történt, vagy ebben időben annyira nem távol, egy hajléktalan szállót próbáltak ugyanebbe a városrészbe, a Falkógyár környékére telepíteni. És ezt a hajléktalan szállót azért nem tudták oda telepíteni, mert a hatósági engedélynek nem felelt meg az, hogy a zajterhelést, illetve a por és egyéb szinteknek, a hatósági értékének több mint százszorosát érte el. Na most, az az én tiszteletes kérésem, hogyha egy hajléktalan szállót nem tudtak oda telepíteni azért, mert a zajterhelésnek túl magas volt a zajterhelés, akkor azok az emberek, akik ott nevelik a gyerekeiket több tíz éve, azok az emberek, akik ott élnek, azoknak vajon milyen zajkörnyezetbe kellett élniük a Falkó gyár mellett, ha mondom, ez a hajléktalan szállónak a telepítését sem engedélyezte a hatóság. Itt tudnám sorolni a különböző hatósági, illetve ombudsmani jelentéseket, amik ezt a Falkó gyárral kapcsolatosak, rengeteg volt, ennek mind a városvezetés, mind a Fidesz országgyűlési képviselője tudatában van, de ennek ellenére a mai napig nem történt semmi. Az egyik a lakók által legtöbbet emlegetett probléma az, hogy sokszor tiltás vagy egyéb hatósági rendelkezés ellenére a gyárba haladó kamionok bemennek a kis utcákba, ott, ahol gyerekek vannak, ahol ez hatalmas zajterhelést jelent, ott, ahol ugye elvileg nem kéne, és ott, ahol a falak beremegnek, vagy valaki, mikor az ebédet eszi, akkor beleremeg a leves abba, hogy egy kamion halad el mellette. Ugye ez különösen problémás a Piklat lakótelepen, illetve az egész azon a negyeden, mint a Zanáti út, Kolozsvár utca, Szabadka utca és Sárvár utca választ el egymástól. Itt még hozzá kell tennem azt, hogy körülbelül évi 6000 tonna műanyagot, ez ilyen aminoplaszt műgyantát égetnek el különböző módon itt. Ez azt jelenti, hogy itt olyan mikroszemcsés por volt több por állomáson, ami mindenféle módon megsérti a szombathelyieknek az egészséges környezethez való jogukat, ráadásul ezek szintén a hatósági színnek többszörösei. Tehát az a kérdés merült fel, hogy mind a polgármester, mind a Fidesz képviselője mikor fog tudni végleges megoldást kínálni arra, hogy ezeknek az embereknek is joguk legyen az egészséges környezethez, hogy ez a gyár, ez a multinacionális vállalat ne tudja tovább szennyezni a szombathelyiek környezetét, és hogy végre egyszer a Fidesz, mondjuk a Falkó gyár példájában, ne a multinacionális cégek, hanem a magyar emberek oldalára álljon. Köszönöm szépen! Köszönjük. Cseresnyés Péter államtitkár nem kíván válaszolni ezzel.